Mit nyissak meg neked? Wikipédiát? Mit? Legyen az! Legyen Wikipédiát! Legyenik! Ja, és a karbonáz nem ezen vanok. Az egy relatíve másik zenekar. Értem. Így a Big jó? Nekem bárhogy jó. Hát akkor így bárhogy. Jó ez. Nekem jó a bárhogy. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk a negyedik Monuments lemezt, a Stázisban című magyarításokat most állam lehet letölteni. Hát ez az NDK-nak a belső titkos rendőrsége volt? Ilyen Stázi? Igen. Abban voltam. A Stáziban, igen. Ilyen Stázisok voltak. Na hát és Andy Csizsek, vagy Cizek, nem tudom ki, de én Csizseknek szoktam mondani, mert szerintem biztos, hogy van ilyen cseh felmenője, vagy valami hasonló. A drága lehet. Jó úriembernek. Lehet. Debütálás a lemezen ugye a Vokál Poszton, aki Chris Barrettot váltotta. Sajnos. Egyrészt sajnos, mert én az előző lemezt azt rommá fossá oda-vissza hallgattam. Mert azt nagyon-nagyon szerettem. A Phronesis, azt hiszem az volt a címe. Ennyire igen. Szerettem, de amúgy... Az volt amúgy, az volt, az igen. Volt. Igen. Az. Úgy de jó vagyok! Na. Basz meg, ezeknek csak Sziszt végű lemezeik vannak. Gnosis, Amanuensis, Phronesis, meg Instasis. 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 Az Ecstasisnak a... Igen. Ellentéte gondolom lehet, nem biztos, valószínű. Gyönyörű. Na, és nagy kérdés volt az, hogy mennyire tud felnőni Csizsek a Barettónak a zsenialitásához. És most nem csak azt a zsenialitást emelném ki, amikor törött lábbal, amikor itt voltak 14-ben a Budapest Parkban, törött vagy kificamodott bokája, már nem tudom mi volt a baja, de az a lényeg, hogy végignyomta a koncertet, sőt még konkrétan a kerítésre is fölmászott, és önmaga alá vokálozva nyitotta meg a koncert. Zseniális az a pali. A Chris Barretto egy zseniális torok, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy kiszállt, mert tényleg olyan kölcsönhatásban dolgoztak a Brown-nal, ugye a alapító gitáros, dalszerző és a többi, és a többivel, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogyha váltás történik ének poszton, akkor mi történik. Sok volt a történik, mindegy, nem lényeg. És azt kell mondanom, mindig azt mondjuk, hogy egy zseni helyére egy másik zsenit nagyon nehéz találni, de a Monumentsnek azért sikerült, bazd meg. Igen, igen, tehát figyelj, én amit mutogattál a Csizsekről az alapján így, én nem gondoltam, hogy itt az lesz a játékneve, hogy tudja elpótolni a Barrettót. Én az alapján, amiket te mutattál a Csizsektől, ilyen cover videó, mert mit tudom én attól fostam, hogy ne legyen széttrillázva ez a lemez. Igen. De komolyan, és szerencsére nincs erről szó. Tehát én nem tudtam, hogy itt ez a játékneve, hogy föl tud-e nőni. Én attól féltem, hogy nehogy túltolja. Nem, nyilvánvaló, hát a Barretto zseni. Szerintem egyértelmű volt, hogy az, hogy tudja-e hozni azt a szintet. És szövegekben nem mindig. Ezt hozzátenném, hogy bár sokkal káromkodósabb volt a Barretto, de én nekem az ő szövegei valahogy sokkal közelebb álltak. Holott például itt is van egy Cardinal Red, meg egy melyik volt az a... háborús, azt most a Lavos talán az, azt is nagyon szerettem, meg hát nyilván a Makeshift Harmony, ami a release klipet kapta, tehát vannak itt jól elkapott dalok, nélkül, igen. Jól elkapott szövegek, nálam a Barretto az ott egy picit erősebb volt, viszont amit a hangjával művel a Csizsek, a legmélyebb gyomorhörgésektől a legmagasabb X-vonalas C-ig bazd meg, az valami elképesztő. Ki küldi, bazd meg? Ki nyomja, ki tolja az ember? És ha nem hiszed el, vannak ilyen one take vocal playthrough-k fönn az oldalán, meg élő verziók a dalokból, és ez bazd meg lenyomja. Tehát, hogy jó, nem véletlen, tehát aki egy személybe énekel Dance Gavin Dance-t,
meg aki Protest the Hero-t coverel, meg ilyenek, az nyilvánvaló, hogy olyan szinten bír a hangjával, mint nagyon kevesen a világon, de itt szabadjára lett engedve, és be is bizonyította, hogy meghálálja azt, hogyha neki teret engednek, és iszonyatosan változatos, és tényleg olyan mélységeket karcol, amit tőle még sehol nem hallottam, hiába a Nick Nocturne-nál a közös lemezük, mi volt annak a zenekarnak, Dysphoria volt a lemez, de hogy mi beszéltünk volt? Beszéltünk róla? Beszéltünk róla, de meg nem mondom már a zenekar nevét. Abban, én sem tudom most. Fölrakom majd oda. Írd meg, illetve szíves. De az a lényeg, hogy tényleg én azt látom a Csizseken, és most elnézést, hogy ráhegyezem ki ennyire, de ha gonosz akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a zene az olyan monumentes. Tehát, hogy a végletekig kimatekolt és kimért, viszont iszonyatosan zseniális, négyeket úgy tologatós, hogy beszarsz, és nem véletlen, hogy a Zanup Sastri például dobolt náluk, mert ő ebben a négy tologatásban azért kurvára ott van. És... Meg ez hogy játszik ez a Jézus? Igen. Tehát, igen. A húságjaival odavágod, hogy azt várom, mikor szakad össze a pergő állva. Ez igen. A pari, ez döbbenet. Mondjuk ezen most ugye már nem ő játszik, ne, de... Ne, visszatért Mike Malian a dobok mögén. Szóval az a lényeg, hogy zeneileg hatalmas újdonságok az előző három lemezhez képest nincsenek, viszont az a színvonal tartva van, ami azokon volt. És tényleg vannak olyan riffek egyébként, meg olyan... gitárfutamok, amire azért magam mellé tettem a hajamat, hogy még mindig képes a Brown ilyeneket, és most már ugye egyedüli gitárosként van, tehát kicsit olyan Wills van effektus, ha már az előbb az van miatt, aki basszerozik itt, nem a Wills van, hanem egy másik. Adams van. Hívják, aki... Tehát ha már említetted, kicsit ilyen Wills van effektus tudnék mondani, hogy tényleg egyedül, viszont egy csomó Iker dallamos cumót, és ugye ők visznek magukkal élőbe még egy gitáros, tehát nem az van, hogy akkor élőbe meg, de hol a másik izén, meg hol a dallamgitár, meg faszom. Nagyon helyes. De tényleg... Csúcsra van járatva egyszerűen minden hangszer, és nem véletlen ugye, hogy beugrik néha Mick Gordon is, akit ugye a Doom, utolsó két Doom játéknak az OST-jéből lehet ismerni, és díjazott is, és nagyon-nagyon szeretjük, imádjuk. Meg BMT emellől, meg ilyen... Igen. Apró nyalánsel. Igen. És... aki esetleg nem akkora, ez a gamer. Tehát a prog metalban ő azért eléggé benne van az elitben. És térjünk még ki arra is akkor, hogy Nima, a Asztari, vagy hogy hívja? Asztari. Aki a zenekarnak is volt énekes egy rövid ideig, őt is meghívták a lemez nyitódalba, hogy egy kicsit vokálozzon, illetve hát mindannyiunk kedvence Spencer Sotelo. Igen, ő az Archer-szerzben hallatja a hangját, igen. És tök durva, hogy pont a Collapse, vagy melyik az ada? Igen. Pont a Collapse-nek a vége felé jutott eszembe, hogy ez annyira perifer is ez a dallammenet, mintha a Sotelo nyomná, és a következő dalban megjelent a Sotelo, mondom, bazd meg, ilyen nincsen. Úgyhogy zseniális. Igen, ez a periferisen tologatott progol gentle történet, ez maximális adat. Igen, tehát ezért megyek ennyire rá az Andy-re, mert az volt a kérdés, nem az volt a kérdés, hogy zeneileg tudnak-e jók lenni, hanem hogy az ének tud-e annyira jó lenni, és tud. A Csizsi volt már ezelőtt más bandában, vagy neki ez első? Hát neki vannak ilyen több mellékprojektjei, ugye ott van a Nick Nocturne-nál a közös, de az csak ilyen szobaprojekt. Van neki a Wonder című ilyen popos formációja, van a Makari, amely szintén ilyen emarózás, poppos, aha, kicsit ízés, emós valami, illetve a Monuments, tehát ő elég sok mindent csinál azért. Való igaz. És itt azért meg is kérdezném, hogy mi az Isten kell szívni ahhoz, vagy tolni, vagy szedni ahhoz, hogy négy ilyen bandába hely tudjál állni. Meg hogy... itt azért hörgentyű van kőkeményen. Igen. Egyes helyeken? Igen. Én várom egyébként, hogy mikor fog elpattani egy ér a Csizseknek a torkába, mert ha megnéztek tőle egy videót, vagy bármit, akkor 43 kiló a csávó ugye vasággyal együtt, és
és amikor hörög, akkor olyan szinten meg van feszítve a torka, meg, pedig ő egyébként kurva jó technikával csinálja a hörgést, mert simán a hatodik dalnál is még ugyanúgy hozza élőbe is. Tehát, hogy ő technikából csinálja ugyanúgy például, mint Matty Mullins a Memphis Mayfire-be, és nem erőből, mint nem tudom, mi nagyon sokan. És mi volt a kiinduló pont? Már annyit beszéltem, hogy nem tudom, mi volt a kiinduló pontja a mondandómnak, bazd meg. Ja igen, hogy mit szív ez a csávó, hogy ennyi jóságra van ereje, és energiája, és ideje, és szöveget ír, és dallamokat kitalál, és önmagát megvokálozza, és több szólamok, folyamatosan több szólamok mennek szinte a refrénekben is. Uh-huh. Egyszerűen, jó mondjuk, jó sok ideig készül, hát 4 évig készült a lemez, és ugye igen. 19 óta van a Csizsek, tehát 3 évük volt arra, hogy összerakják a dolgokat, de én erre azt mondom, hogy emelem kalapomat, és aki szereti az ilyesfajta muzsikát, az nagyon meg fogja találni a számításait. Kivéve, ha az Andynek a hangfekvése nem tetszik neki. Mert ez kicsit azért olyan, mint a Protest the Hero-nál, hogy vagy bírod, igen, vagy nem. Igen, igen. Nekem a Csizsek még belül van, a Protest the Hero srác már nem. Ja. Ő már nekem, ja. nekem ő már határon túl. De ja. Nem tudom, mi múlik egyébként, mert hát Péter, igazából itt a Csizsek is hangszál akrobatikázik néhány helyen elég erőteljesen. Igazán nagy refrének én úgy gondolom, hogy a 10-ből csak néhány dalba kerültek. Tudjuk, hogy más tartunk nagy refrének. Tehát igen. Nálad a technikai történet, nálam meg... Nem mindenhol! De figyelj, én amit például ezen a lemezen tokkal, vonóval full dalnak és full refrének tartok, az a Mick Gordonos dal, Cardinal Red. Igen. A Collapse. Igen. Meg a Makeshift Harmony. Aha, jaj. Ez a három, ami refrénileg, meg úgy alap dalszerkesztésben nekem nagyon tetszik. Igen, a Collapse az egyértelműen sláger. A Collapse az zseniális. Tehát az nagyon el lett találva, arra én is azt mondom. Azt fogod meg először. Mert én amikor először hallgattam a lemezt, akkor bekapcsolom alatt a shuffle. És nem a lemeznek a valós sorrendjében dobálta a trackeket, hanem így random. És akkor lesz másodikként jött, és akkor így mondtam, ez kb. Ilyen Kelemföldön szálltam föl, úgyhogy ilyen Udajos után nem sokkal lehetett, hogy szeretni fogom ezt a lemezt, hogyha én a második dal ilyen. Igen. Hát, annyira végül nem, de vannak rajta igencsak erős pillanatok. Ja. Tehát nem ja. Sok Monuments lemezt hallgattam életemben, ez az első, mert ugye ha valaki nem tudja, akkor más zenei alapközegből jövünk, én inkább a régebbi, klasszikusabb, egyenesen vonalú metalt preferálom, a modernem dolgok jam terepének számítanak, úgyhogy én a Monuments-el, mint lemezzel, mint lemezes zenekarral most ismerkedtem meg, nem bántam meg. Na, ennyi a lényeg. Tegyetek így ti is, és ti se bánjátok meg. Így van. Légy. Kerüljetek extázisba. Bocsánat. Azt hittem ez jó lesz, de nem. És hallgassatok Monuments-et, mert kurva jó. Ennyi a lényeg igazából. Igen. És igen. Hát mondjátok el a véleményeteket. Az is nagyon fontos. Igen. Nekünk. Az már nem nekik, az nekünk. Nekünk. Így van. Legközelebb megjövünk. Ja. De írjál, iratkozzá, kardinális piros, aztán ennyi. Ok. Vagy piros kardinális. Nem tudom. Amelyiket szeretnétek. A Ghostnál volt. A Ghostnál volt. Igen. Jó. Akkor jó. Akkor az. Az akkor az első. Ja. Na, szevasztok. Sziasztok.